Jön. Normális vagy? És hogy engem találsz el? What if, what if we run away? What if we left today? What if we say goodbye to safe and sound? Sziget, negyedik nap. Megpróbálunk nem ledögleni a lépcsőn. Azért videózok a metróban, mert kint nagyon fúj a szél. Kicsit fáradt vagyok már, bocsánat. Fáradt vagy? Mert? Fáradt. Mit csináltad? Háromig puliztunk, aztán pedig reggel 7-ig vágtam videót. Ja. Aztán délig aludtam, az jó volt. És ma lesz Macklemore, meg Galantis. Na, itt vagyunk a szigetnek a helyszínén. Tényleg nézzétek el nekem a mai nap, hogyha nagyon fog fújni a szél, de nem tudok ellene mit csinálni. Kíváncsiak, hogy ma milyen feladatot fogunk kapni. Én ráadásul ma kettő feladatot kapok, és lesz egy egyéni feladatom is, amiről, és szintén nem tudok semmiről, szóval nem tudom, hogy veszélyes lesz-e. Jó lenne valami izgalmas dolog, hogyha benne lenne. De hát ez majd kiderül a borítékból. Éppen haladunk befele a külön sávon, vagyis hát inkább gyors sávon. Ezt akkor tudjátok ti használni, hogyha ilyen egyérintős Mastercard kártyátok van. Ezt már mondtam nektek az egyik videóban, azt hiszem az első részben. Hogyha felmutatjátok a kártyát, akkor nem kell kivárnotok az egész sort, hanem mindjárt megmutatom nektek, van egy ilyen kis külön sáv, egy kerítéssel választja el ezt az egészet, és... Na pontosan ez az, amiről beszéltem, hogy ilyenkor ki tudjátok használni az egyérintős kártyával azt, hogy itt be tudtok jönni. Kőpapírolló! 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 Még miért megkapnánk a mai feladatokat, lehetőségünk támadt arra, hogy bemegyünk a backstage-be és körbenézünk. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore my youth. My youth is yours. Feljöttünk egy nagyon nagy toronyra, igazából itt teljesen rálátunk az egész színpadra. Nem tudom pontosan milyen koncert lesz most, de már nagyon gyülekeznek az emberek. Jelenleg a színpad alatt vagyunk, és korom sötét van. A Mastercard Instagram oldalán volt egy nyereményjáték, amiket Niki és Zsófi nyertek, nektek gratulálok. Köszönöm. Érezzétek nagyon jól magatokat, és okosan. Jó, köszönjük. Minden nap furcsán nyitom ki a borítékot, úgyhogy ma ilyen. Egyéni feladat. Felelsz vagy mersz? 6 pont gyűjthető. Hát ezt a kérdést én inkább fel sem olvasom, nézzük meg, hogy mi a feladatom. Most ez komoly? Jó, bungee jumpingolni fogunk ma. Vagy pedig válaszolok a kérdésre, de azt nem szeretnék. Úgyhogy... Egy bungee jumpingból. Illetve amint mondtam nektek, ma kettő feladatot fogunk teljesíteni. Csapat feladat, ős citizen. 0-3 vagy 6 pont gyűjthető. Mi a feladat? Találd meg a legrégebben szigetre járó ember. Hozd a találkapontra a zsűri elé, és hívd meg egy italra, kajára, amit a Mastercard kártyával fizes ki. Jó, ez szerintem már egy fokkal jobban hangzik, mint a bungee jumpingozás. Pontozás, aki a legrégebben szigetre járó embert elhozza, az 6 pont, a második legrégebbi citizen hozó 3 pont, és az utolsó abszolút 0. Elméletileg, hogyha... Ha itt második vagyok, és túlélem a bungee jumpingot, akkor elméletileg nyerünk. Mivel ez a 25. sziget, ezért úgy gondolom, hogy egy hát viszonylag idős emberkét kéne keresnem. Ez attól függ, hogy hány éves korba kezdenek el fesztiválozni. Ha magamból indulok, én olyan 16 éves koromban mentem először, plusz 20, hát a 30 fölötti emberkét kell keresnünk. Hello! Mióta vagy szigeten? 25 éve. Nem, tényleg egy pontos információ szeretnék kérdezni, hogy mikor voltál először szigeten? Komolyan? Eljössz velem, meghívlak egy üdítőre. Hát kifogtam valami, és ezt tudod valahogy igazolni, hogy 25? Hogyan? Elmesélem, hogy milyen volt.
Nagyon jó. Ez amúgy nagyon vicces, mert 2 perc alatt megtaláltam valakit, aki 25 éve Szigetre jár. 25 éve állítólag. Valahogy ezt igazolni kéne. Nem tudom mennyire halljátok, de maximális 6 pontot szereztünk, még az egyéni feladatom hátra van, hogyha azt sikerül megcsinálni, akkor elméletileg gyerünk, én a többieknek is gratulálnék. Az a helyzet, hogy a bungee jumping el fog maradni, mert nagyon-nagyon fúj a szél, és kicseréltük a feladatot egy katapultra. Adrenalin pumpa. Teljesítettem az egyéni feladatot is, amit a mögöttem látható katapult volt, ezáltal megszereztem a maximális 6 pontot, és elméletileg nyertem. Köszönöm a játékot. Gratulálok. Ügyes voltál. Gratulálok. Nagyon ügyik volt. Ügyes voltál. Most hát a fő nyeremény az az volt, hogy egy motorcsónakkal elmehetünk csónakázni, ezt fogjátok látni. Egyébként én a Mastercardnak nagyon szépen köszönöm ezt a hetet, nagyon jól éreztem magamat. Hogyha tetszettek nektek ez a kis sziget sorozatok, hogy nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok, ha még nem vagytok feliratkozva. Ennyi volt, még valami kis montást láttok itt most már a végén. Köszönöm nektek a figyelmet, sziasztok!